Következzen Anita Petek Dimmer 2008-as előadásának a magyar szinkronizált változata, a hatodik rész, azoknak az adalékanyagoknak a második része, amit a gyártók nem kötelesek feltüntetni a betegtájékoztatón, ezért nem is tüntetik fel. Aztán vannak még benne adalékanyagok, tehát amit utólag a gyártás után adnak hozzá, ezek például az emulgálószerek. Gondoskodni kell arról, hogy az egész ne ülepedjen le, ne alvadjon meg, vagy ilyesmi, hogy szép legyen, és ezért kerülnek bele az emulgálószerek, hogy homogénné váljon. Szinte minden vakcina antibiotikumokat is tartalmaz, többnyire nagyon erőseket és különbözőeket. A következő okból. Először is. Ezek az állatokon tenyésztett vakcinák olyan vírusokat és baktériumokat tartalmazhatnak, amelyek az állatból az oltóanyagon keresztül átkerülhetnek az emberbe. És hogy ezeket a baktériumokat többé-kevésbé kordában tartsák, antibiotikumokat adnak az oltóanyaghoz. Másodszor, ez az alumínium szulfát, amelyet korábban említettem, és amely a vakcinában van, állítólag gyulladást okoz a szervezetben. A szervezet antitestekkel reagál a gyulladásra, és hogy ezek a gyulladások ne fajuljanak el, hogy kordában lehessen őket tartani, ezért antibiotikumokat adnak hozzá. Aztán szinte minden oltóanyagban van formaldehid. Ez az az anyag, amit a bútorgyártók már régóta nem használhatnak a bútoroknál, mert tudják, hogy a gázuk belélegezve rákkeltő. De a 2 hónapos gyermekeink szervezetébe gond nélkül be lehet injekciózni. És még azt állítják, hogy ettől erős és egészséges felnőttek lesznek. Ha egy anyag már akkor is káros és rákkeltő, ha belélegzem, akkor mennyire lehet káros, ha közvetlenül a szervezetbe kerül, megkerülve minden védekező mechanizmust? Na erre senki sem gondol. Aztán vannak még a maradékanyagok. Mindent megszűrnek és megtisztítanak, de a végeredmény mégis az, hogy még mindig marad benne higany, tiomerzál, géntechnológiával módosított vakcinák rekombináns organizmusai, a tápoldat, ez még mindig kimutatható. És ha kimutatható, akkor természetesen ártalmas is lehet. Ezt a mondatot fent megkérném önöket, hogy olvassák el 2-3-szor. Ez az, ami engem a legjobban megdöbbentett. A gyógyszeripar elismeri, hogy az oltóanyagok adalékai nélkül nem képződnek antitestek a szervezetünkben. Ezért szeretnék egy példát mondani. Tavaly a fiunk elkapta a kanyarót. Svájcban volt egy kanyarójárvány. Remélem mindannyian be vagytok oltva, akik külföldről jöttök, hogy nehogy hazavigyétek. A mi fiunk, hála Istennek, tavaly kanyarós volt. De nem kellett neki utána, amikor már újra egészséges volt, egy kanál higanyt adni, vagy alumíniumot szopogatni. Még mindig megvoltak az antitestjei, és soha többé nem kap el kanyarót. Miért nem működik az oltás ugyanígy? Miért nem? Mert a védőoltás teljesen más módon stimulálja a szervezetet. Az oltás teljesen más módon jut be a szervezetbe, mint maga a betegség. Ennek a sejtes immunitáshoz van köze, de ebben nem mennék most bele. De ez az, amiért egy oltás nem tud megvédeni. És mivel ezt tudjuk, be kell tennünk ezeket a segédanyagokat, hogy antitestek képződjenek. Ugyanakkor a vakcinaiparunk, illetve kutatóink már több mint 20 éve elismerik, hogy az antitestek szintje nem jelent védelmet. Tehát ha sok antitestem van, az nem jelenti azt, hogy védett vagyok. Ha nincs, vagy kevesebb, akkor megbetegszem. Az antitestek megléte csak azt jelenti, hogy a szervezetem kapcsolatba került a kórokozókkal. Nem többet és nem kevesebbet. Csak hogy ez a tény még nem jutott el az emberekhez, és ezért mondják még mindig, hogy ha sok antitested van, akkor védett vagy. Ha egy sincs, akkor vigyázz. De ez nem így működik. És ennek a sorozatnak itt van vége. Az előadás még tart tovább is, de innentől kezdve Anita Petek Dimmer statisztikai adatokat, százalékokat, ember számot sorol fel, nevezetesen az oltásoknak a mellékhatásait sorolja, az a rengeteg betegséget, amit ezek az oltások okoznak, és azt a nagyon sok embert, akik ebben érintettek. De egyrészt ez a téma annyira lerombolja az embernek az életkedvét, hogy ez nekem nem célom. Másrészt pedig nagyon sok benne a szám, tehát igazából csak azok rajonganának érte, akik imádják a számokat, meg a statisztikákat. Szerintem az emberek nagy része nem ilyen.
De ha téged mégis érdekelne ez, és esetleg beszélsz németül is, akkor a YouTube-on nyugodtan keres rá a névre, nem is kell nagyon sokáig keresni, megtalálod ezt az előadást, 1 óra 51 perces, és akkor nézd meg azt.